2006-ban épült a Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetségének székháza, ami az évek során rendezvénytérrel, előtetős terasszal, játszótérrel és dupla méretű tóval bővült. Régóta kiemelt cél volt az épület energetikai korszerűsítése. Többször pályáztak már eredménytelenül. Tavalyi beadványuk végre sikeres lett. 14,8 millió forintot nyertek a LEADER programban, ami 50%-os támogatást jelent. 124 darab napelemet szereltek fel a rendezvénytér tetejére. Egy átlagos téli hónapban havi 400 ezer forint volt a gázszámlájuk, így majdnem a felét megspórolhatják. Nagyon jelentős anyagi megtakarításokra is számítunk, ami természetesen a pályázati önerőhöz szükséges is volt, tehát ez egy jól átgondolt tervezés része, hogy ebbe a beruházásban mi 50%-os támogatás intenzitással is úgymond belefogtunk, mert hosszú távon, tehát hosszú táv alatt értek egy 5-10 év alatt ez a rendszer megtérül, és utána pedig még kedvező feltételeket biztosít a szövetségben működő horgászturisztikai központnak, étteremnek, vendéglátóhelynek. A napelemek 44 ezer kiló kilovattóra energiát termelnek évente, és közel 12 tonna széndioxid kibocsátást takarítanak meg, ami 545 darab elültetett fával egyenértékű. És 49 fokos éppen a víz, fűtti fel. Beépítettek egy új energiatakarékos 300 literes hőszivattyús melegvíztartályt. Felszereltek 8 darab nagy teljesítményű, hűtésre és fűtésre is alkalmas split klímát. A fejlesztés áprilisban kezdődött és november 30-án fejeződött be. A támogatási program kisebb részben szolgáltatásfejlesztést is tartalmazott. 150 darab új széket szereztek be, amit a rendezvényeiken használnak majd.